Karácsony előtt egy héttel többen az ünnepi menühöz vásároltak be a szekszárdi piacon. Ez a férfi 25 dekagram diót vásárolt 900 forintért a piac bejáratánál található termelőnél. Beigli készül majd belőle. Szerintem elfogadható. Ennél az árusnál egy kiló fehér egészséges dió 3500 forintba került. A barnább, kicsit szárazabb termésért pedig 2000 forintot kért el. A termelő azt mondja, a dióburok fúrólégy miatt fele annyi a termés, mint tavaly, és ez az árakra is kihatott. Mintegy 30%-kal adja többért a gyümölcsöt, mint tavaly. Egy másik termelőnél a tavainál 10%-kal került többe a dió. Sajnos nagyon beteg a dió, és rengeteget kell permetezni, rézzel, kénnel, meg most milyen felszívódó rovarővel, és legalább 4-5-ször. A vásárlók közül is akadt olyan, akinek idén nem termett egészséges diója, ezért kénytelen azért pénzt adni. Sajnos igen, mert egy szemdiót nem tudtunk hazavinni. Honnan? Hát van saját birtokunk, ahol van diófa is. És inkább meg kell venni őket. Meg kell venni sajnos. A karácsonyi sütemény alapanyagához a szekszárdi piac egyes tanjainál 4500 forintért lehetett hozzájutni, de akadt olyan termelő is, ahol 1 kiló dió 2500 forintba került. Egyes vásárlók azt mondták, ezek az árak még elfogadhatóak. Ha viszont 1 kiló dió 5000 forint lesz, akkor kevesebbet vásárolnak majd belőle. Akkor nem beegyit sütnék, hanem valami mást, amiben kevesebb dió kell. Úgyhogy csak megvenné az ember, muszáj. Ez kell. 1 kilogramm mák ára 1300 és 1800 forint között mozgott a piacon. Mindenhol más, ugye gondolom, ugye ami jobb minőségű, az drágább is, de nagyon eltérőek az árak a piacon, a dióba főleg, mákba talán annyira nem. Az árusok 4,5 kilós kiszereléseket is készítettek a mákból, mert úgy látták, arra is van idén igény.